Előre megírt forgatókönyv alapján zajló színjáték volt a meghallgatás. Erről beszélt Stumpf István azután, hogy találkozott a brüsszeli Libe Bizottság Budapesten tartózkodó delegációjával. Bár a bizottság tagjai korábban az egyetemi modellváltással kapcsolatban is éles kritikákat fogalmaztak meg, a kormánybiztos szerint a politikusok nem voltak kíváncsiak a tényekre és a részletekre. My name is Viktor Vadász, I'm a judge. Foglalja össze, hogy kicsoda és mivel foglalkozik. Konkrét kérdés helyett mindössze erre szólította fel a Libe Bizottság elnöke, Gwendolyn Delbos-Corfield, az országos bírói tanács szóvivőjét a csütörtöki meghallgatás elején. Az Európai Parlament hétfős küldöttsége szerda óta újságírókhoz, civil szervezetekhez és politikusokhoz is ellátogatott, mert állításuk szerint a magyar jogállamiság helyzetéről szerettek volna képet kapni. A Libe Bizottság programjában csütörtökön terítéken volt az egyetemi modellváltás is. Az ömében baloldali politikusokból álló delegáció a Corvinus Egyetem rektorát, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét és a felsőoktatási modellváltásért felelős kormánybiztost is meghallgatta. Amikor elkezdődött a beszélgetés, akkor azt mondták, hogy na, beszéljünk. A pedagógus kar képviselő nem nagyon tudta, hogy akkor ő neki mit kéne itt mondani. Hát ők hívtak ide, miért nem kérdeznek először. Stumpf István volt alkotmánybíró, az M1-en arról számolt be, hogy bár a bizottság tagjai korábban az egyetemi modellváltással kapcsolatban is éles kritikákat fogalmaztak meg, a meghallgatáson látszólag nem voltak kíváncsiak a tényekre és a részletekre. Futószalagon kezelték a tárgyaló partnereket, és nem vetettek fel problémákat vagy érdemi szakmai kérdéseket. Meghallgatták, semmi visszakérdezés, megköszönték, és akkor felálltunk. Szóval az egész láthatóan egy színjáték, egy olyan színjáték, ami már előre megírt forgatókönyv alapján azt akarják bizonyítani, hogy még az a kérdés sem merült fel, hogy akkor hol sérül a jogállamiság a modellváltás környékén, fel sem vetődött például az alkotmánybírósági döntésnek az értelmezése, tehát nagyon sok minden nem került szóba, pedig ha jól láttam, akkor éppen előtte pont azok voltak a meghallgatáson, Vörös Imre, egykori alkotmánybíró, Flex Zoltán, egyetemi professzor, akik ugye az alkotmányos puccsra buzdítják Magyarországon az embereket, ami nonsens. Erről számolt be az M1-nek a bizottság egyik tagja, az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója képviselő Jorge Buchádi Villalba is. A találkozókból az derül ki, hogy Magyarország tiszteli a jogállamiságot. Néhány, főleg szélső baloldali kollégám azonban már előre eldöntötte, milyen véleményt fog képviselni, szemben azzal, hogy mi az igazság és mit mondanak el nekünk azok, akikkel beszélünk, mondta a spanyol politikus. Az Identitás és Demokrácia képviselőcsoport alelnöke Nicola B. pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a találkozókon a delegáció egyetlen bizonyítékot sem látott arról, hogy Magyarországon sérülne a jogállamiság. Egyetlen konkrét példát, semmiféle adatot, bizonyítékot sem tudtak mutatni nekünk. A magyar kormányt kizárólag politikai vádak érik olyanok részéről, akik vállaltan a Fidesz ellenfelei. Természetes, hogy vannak politikai viták, ezeknek megvan a maguk helye, de az uniós intézmények viselkedése Magyarország ügyében vállalhatatlan. Ez sérti Magyarország szuverenitását és szabadságát, mondta a francia képviselő. Az uniós küldöttséget egyébként az a zöldpárti politikus vezeti, aki Judit Sargentini távozása után átvette a Magyarország ellen indult uniós eljárások ügyeit. Gwendolyn Delbos-Corfield legutóbb a gyermekvédelmi törvény kapcsán követelte Magyarország uniós szavazati jogának felfüggesztését. A bizottság ezzel kapcsolatos vizsgálódásáról őt is szerettük volna megkérdezni szerdán. A baloldali politikus azonban a kérdés hallatán arra hivatkozott, hogy sietnie kell, és válaszok helyett bement az épületbe.